Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ jelenlegi alakulásával? Erkölcstelen, etikátlan, igen. Rossz irányba halad. Szeretet hiány. Anyagiasság. Aha. Túl sok az elnyomás. Stb. Stb. És mi lesz akkor, hogyha erre halad tovább a világ? Mi várható? Szerintetek? Hát, ha nem is világ vége, de föld vége. Előbb-utóbb világ vége. Hát a mi világunk, amit úgy hívnak, hogy föld. Talán nem. De hát ez nem lenne jó, ha ez lenne. Nem? Hát valami mást kellene tenni. Hát magamról egy-két gondolat, illetve még azelőtt, mennyire ismered, jó már akik itt tanulnak, ugye nem is azoktól kérdezem, főleg akik régebben itt tanulnak, tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Tehát ember működése. Vajon mennyire lenne fontos ennek a tudása? Az ember működésének tudása. De mondjuk az emberek számára mennyire lenne fontos? Szükséges. Aha. Hát, hogyha az ember nem tudja, hogy hogyan működik az ember, akkor hogyan bánik önmagával? Vagy hogyan bánik másokkal? Hogyan bánik mondjuk a párjával? Nem? Az emberek többsége vajon tudja, hogy hogyan működik az élet? Tehát ugye mit értünk azon, hogy életen? Tehát, hogy például, hát mi miért létezünk? Az adott személy miért létezik? Miért született? Mi lenne a dolga az életében? Hova kellene tartani? Mi lenne az élet értelme? Az adott személyre nézve, nem mondjuk az emberiségre nézve, mondjuk az adott személyre nézve. Hát mi az élet értelme? Tehát ugye az élet az, abba beletartozik az ember is, mint élőlény. Tehát az élet az tágabb fogalom jóval, mint az ember, ugye, mint az előző kérdés. Tehát vajon kellene tudni egy embernek, hogy mi az életének az értelme? Hát sokan keresik, csak valahogy ezt nem találják meg, ezt a kérdést. És annyiféle hülyeségeket tudnak ezzel kapcsolatban emberek összehordani, hogy valami hihetetlen, komolyan, meg összeírni, meg különböző dolgokat mondani, mikor annyira egyszerű, hogy mi az ember életének az értelme. Egyetlen egy dolog. Igazából nem. Fejlődés. Így van. A folyamatos fejlődés. Tehát az élet, az emberi élet értelme, tehát egy ember életének az értelme a folyamatos fejlődés. Tehát folyamatos fejlődés. A teremtés az csak része a folyamatos fejlődésnek, ami azt jelenti, hogy ha a folyamatos fejlődés van, akkor képes teremteni. Ha nincs fejlődés, akkor csak egy bizonyos szinten képes teremteni. Ha meg nulla fejlődés van, tehát egy együgyű ember az nem nagyon tud teremteni. Tehát az több kell, mint az együgyűség. Jó, tehát vagy például emberek tudják, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben. Emberek tisztában vannak azzal, hogy mik a legfőbb alapelvek. Tehát ilyen alapelvek, ilyen... Így van, ilyenek, hogy erkölcs,
becsület, tisztesség, összefoglaló néven etika. Tehát, hogy ha csak ezt az egyetlen tételt, tudásrészt az ember használná, és etikusan élni az életét, akkor egész más életet tudna élni. Tehát mondok ezzel kapcsolatban egy-két dolgot. Tehát ezen a földön például az is az élet része, és ezt sem tudják az emberek jó része, hogy semmi nincs véletlenül. Tehát, hogy például mondjuk fúj a szél, az azért van, mert nyomáskülönbség van két terület között, és úgy egyenlítődik ki, hogy mozog a levegő. Tehát az egyik helyről a másik helyre, tehát átáramlik a levegő, ezért van a szél. Tehát ugye csak ha ezt az egy dolgot megnézzük, akkor ezen a bolygón vannak olyanok, hogy kiegyenlítődés. Tehát mondok további ilyen kiegyenlítődési példákat. Nem tudom, tudod-e, hogy a növények azok a levegőből mit vonnak ki? Így van, széndioxidot. Mert kell nekik a szén. Ugye? És ezért kivonják a levegőből a széndioxidot. Na most nem tudom, tudod-e, hogyha a levegőben több széndioxid van, akkor nem, akkor a növények gyorsabban nőnek. Ez nem vicc, ez komoly. Mert több széndioxidot tudnak kivonni a levegőből, ezáltal több szént tudnak előállítani, gyorsabban tudnak növekedni. Mert ugye a növények azok szén alapúak. Hát minden gyakorlatilag ezen a bolygón szén alapú, de az azt jelenti, hogy van egy ilyen önregeneráló folyamat, tehát mindenki egyenlítődésre törekszik, tehát hogyha több a széndioxid a légkörben, valamilyen oknál fogva, akkor a növények gyorsabban növekednek. Persze, hát hogyha a növényeket kipusztítják, akkor nem tud a növény gyorsan növekedni, az nem kérdés. Tehát, hogyha mondjuk felégetik a növényeket, vagy kivágják az erdőket, akkor nem tudja felhasználni a széndioxidot, de az biztos, hogy minél kevesebb a széndioxid a légkörben, annál lassabban nőnek a növények, és minél nagyobb a széndioxid mennyisége a levegőben, annál gyorsabban növekednek a növények. Tehát van egy ilyen kiegyenlítődés. Akkor például nem csak ilyen fizikai kiegyenlítődések vannak, hanem energetikai kiegyenlítődések is vannak. De még mielőtt az energetikai kiegyenlítődésre térnék, még például az is egy kiegyenlítődés, hogyha mondjuk valami becsapódik a vízbe, akkor az a vízben hullámokat gerjeszt, és akkor ez egy idő után ugye szépen lecsillapodik, és újból kiegyenlítődik a víz szintje, kiegyenlítődik. Tehát ez a kiegyenlítődési folyamat mindenben megvan, még abban is, amiben nem is tanultuk. Ugye nem túl sokat tanultunk csak ilyen alapszinten az iskoláinkban az energiákról, és nem nagyon tanultuk azt, hogy az energiák igazából hogyan is működnek. Azt tanultuk, hogy az energia az nem vész el, csak átalakul. Na most, ugye akkor ezt úgy hívják, hogy energia megmaradás törvénye, ha emlékeztek fizikából. Tehát, hogy az nem vész el, csak átalakul. Na most, de az energia úgy működik, hogy ezen a bolygón minden energiából van, és minket is körülvesz az energia, és mi is
egy energia lények vagyunk egyesével. Tehát az energia az mindenben megtalálható, még a látszólag olyan anyagokban is, ami totál úgy gondolná az ember, hogy abban nincs energia, de mégis mindenben van energia. És az energia is olyasmi, mint a szél. Megpróbál kiegyenlítődni. És ki is egyenlítődik. Tehát nem csak próbálja, hanem is meg is teszi. Tehát ugyanúgy, ahogy a szél, tehát a nyomás különbségből kiegyenlítődik, ugye a légnyomás kiegyenlítődik a szél által, ugyanúgy az energia is kiegyenlítődik. Tehát, hogyha valahol keletkezik valamilyen negatív hatás, akkor valahol energetikailag annak ki kell egyenlítődni. Ami azt jelenti, hogy pozitív hatás révén tud kiegyenlítődni, de fordítva is igaz, hogyha történik egy pozitív hatás valahol, akkor természetesen energetikailag ki kell egyenlítődnie annak a hatásnak. Tehát, de ez nem egészen így van, hogy a pozitív meg a negatív energia egyenlítődik ki, mert az kiegyenlítődött, hanem ha valamilyen energia kibocsátás történik, mert az lehet pozitív vagy negatív, tehát ugye bennünk van az energia. Tehát, hogyha te átadsz energiát, olyan, mintha benned kisebb nyomás lenne, most a szélről, szélre gondoljunk, tehát kiadsz egy energiát, és te azt az energiát visszakapod. Tehát ez olyan, mint a nyomásnál, érted? Tehát a levegő légnyomásnál van egy kisebb légnyomás, egy alacsonyabb légnyomás, akkor a magasabb légnyomású területről beáramlik oda a levegő. Tehát, hogyha te kiáramoltatsz energiát, akkor azt az energiát visszakapod. De az energiának ugye kétféle energiáról beszélhetünk. Beszélhetünk pozitív energiáról és negatív energiáról. Persze annak különböző fokozatai vannak a negativitásnak is, meg a pozitivitásnak is, de beszélhetünk arról, hogy kiáramoltatsz mondjuk energiát, és te energiát fogsz visszakapni. Tehát ez ugyanolyan még mindig, mint a szél. Ha kis nyomás különbség, tehát kis nyomás, kevés nyomás csökkenés történik, tehát nem nagy csökkenés, hanem kis csökkenés történik, légnyomás csökkenés, akkor gyenge szél fúj. Ha erős ez a légnyomás különbség, akkor erős szél fúj. Tehát ugyanígy az embereknél is. Ha olyan energiát áramoltad ki, ami mondjuk kicsit negatív, akkor kicsit negatív energiát fog visszakapni. Mert az a kiegyenlítődés. Tehát nem az a kiegyenlítődés, hogy az ellentétét kapja vissza. Tehát amikor a szél ugye keletkezik a nyomás csökkenésből kifolyólag, akkor nem egy ellentétes dolog miatt lesz szél, hanem azért, mert egyszerűen csökkent a nyomás. És annak a helyére beáramlik, ki akar egyenlítődni a levegő nyomása. Tehát mi emberek is, ha kiáramoltatunk energiát, ha mondjuk kismértékű pozitív energiát áramoltatunk ki, akkor kismértékű pozitív energiát fogunk kapni. Ha nagyobb mértékű pozitív energiát áramoltatunk ki, akkor nagyobb mértékű pozitív energiát fogunk kapni. Ha kismértékű negatív energiát áramoltatunk ki, akkor kismértékű negatív energiát kapunk érte. Ha nagy mértékű negatív energiát áramoltatunk ki, akkor nagy mértékű negatív energiát kapunk érte. Na most emberek azt gondolják, hogy ez nem így van. Na most miért látnak mást az emberek, mint amit most elmondtam? Nagyon egyszerű oka van, mert ezen a
bolygón nem csak mi létezünk, emberi lények. Ezen a bolygón más lények is vannak. Csak nem biztos, hogy az emberek érzékelik ezeket a lényeket. Na most mit értek ezen? Hát eleve ott kezdődik, hogy benned, mint testben is lakozik egy lény. Ezt úgy hívják, hogy lélek. De érdekes, mert mind a kettő lével kezdődik. Nem? A lény is, meg a lélek is. Na mindegy, ezt csak úgy mondom. Jó, tehát mindnyájunkban van egy olyan lény, ami szintén igazából fizikai öt érzékszervvel nem érzékelhető. Tehát a fizikai öt érzékszervünkkel nem érzékelhető mondjuk egy másik ember lelke. Ha van érzékelés, akkor az nem ez az öt érzékszerv, hanem az öt érzékszervem felüli érzékelés. Tehát a léleknek nincs látható alakja, a léleknek, tehát szemmel látható alakja, a léleknek nincs hangja, tehát úgy értve hangja, hogy nem hallod valakinek a lelkét, akkor nincs szaga, így van, akkor mi van még? Nem tudod megfogni, így van, és melyik volt az ötödik? Ízlelni. Ja, és nem tudod ízlelni se, így van. Tehát a öt érzékszervvel nem érzékelhető. Na most gondolj bele, minden testbe, mikor megszületik, beleköltözik egy lélek. Tehát akkor lelkek léteznek. Nem? Ha nem léteznének, nem költözne bele. Sőt, ez a lélek mérhető. Mikor valaki kileheli a lelkét, akkor ennek súlya van az utolsó lélegzett kifújásnak van egy súlya, tehát mikor kiszáll az illetőből a lélek, valami 21 gram vagy mennyi, valami ilyesmi. Jó, tehát ezt ugye meg lehet mérni az embereknél. Tehát bennünk van, mikor megszületünk, beköltözik egy lélek. Mikor meghalunk, kiköltözik egy lélek, amit lénynek is nevezhetünk. Na most akkor kérdezem én, ugye, tőletek, én tudom a választ, csak úgy gondolkozzatok el rajta, hogy ha itt kibe költözik az emberbe a lélek születésekor be, halálakor ki, akkor utána előtte hol vannak a lelkek? Tehát előtte, utána hol vannak a lelkek? Tehát akkor ezen a bolygón, akkor itt vannak olyan lények, akik nem láthatók, nem? Tehát mert nem testben vannak. Tehát egy lélek akkor látható, hogyha testben van. De ha nincs testben, akkor hogy látod? A legtöbb ember sehogy, nem? Mondjuk a 99,1%, vagy 100%, sehogy nem látja. Na most, akkor ugye megint csak kérdezek. Akkor ugye nagyon sokan azt próbálnák elhitetni magukról, ez nagyon jól jönne az ember egójának, hogy ebben a világegyetemben csak mi létezünk. Ugye? Most kezdik már ezt az elméletet megdönteni, de nagyon sokáig ezt az elméletet fenntartották szándékosan, hogy az emberek azt higgyék, hogy ebben a világegyetemben csak mi létezünk. Na tehát vannak ilyen szabályok ezzel kapcsolatban, hogy nincs értelmes lény ilyen típusú lélek nélkül, mint ami bennünk van. Na most ez a lélek, ez egy energia lény gyakorlatilag, egy energia lény, méghozzá egy értelmes energia lény. Ha nem lenne benned lélek, akkor nem lennél értelmes. Tehát a világegyetemben
nem 8 milliárd lélek van, hanem megszámlálhatatlanul sok. Tehát pontos számadatokkal igazából nincs rendelkezés. Tehát pontos számadatokról nincs rendelkezés. Tehát rengeteg lélek van a világegyetemben, és akkor ilyeneket érdemes tudni a lélekről, hogy a lélek számára nincs idő és nincs tér. Hát nincs idő és nincs tér. Tehát ami azt jelenti, hogyha egy lélek számára nincs idő és nincs tér, akkor gondoljátok végig, hogy mondjuk ha el akarnánk utazni mondjuk a Marsra emberként, akkor fölülnénk egy űrhajóra, és akkor a Marsra, ami mit tudom én mennyi kilométer a Földtől, pár millió, hát kellene egy komoly időtartam, hetek, hónapok, mit tudom én mennyi, nem tudom, hogy odaérjünk a jelenlegi technológiával. De gondold végig, ha nem lenne idő, akkor egy pillanat alatt ott lennél, nem? De azért nem vagy ott egy pillanat alatt, mert az anyag számára létezik az idő. Tehát minden anyag számára, az energia számára nem létezik az idő és a tér, az anyag számára viszont igen, mert minden anyag elhasználódik. Van, ami hamarabb elhasználódik, van, ami később használódik el. De minden anyag elhasználódik. Igazából egyetlen egy anyagról van tudomásunk, ami nem használódik el. Azt úgy hívják, hogy arany. Tehát azon nem látszik a kor. Az aranyról nem tudják megállapítani a kort. Tehát gyakorlatilag az arany az kortalan. Jó, de azt nem próbálták ki, hogy mondjuk mi lenne az arannyal mondjuk a világűrben. Azt azért még nem próbálták ki. De itt a Földön az aranyra nem hat az időjárás. Hát persze, ha mit tudom én mondjuk fölolvadna és elpárologna, akkor persze, akkor már más a helyzet, de nem is erről szeretnék beszélni. Tehát lényeg az, hogy maga az anyag, az korosodik, idősödik, és elbomlik, és utána ismét energia lesz belőle. És akkor megint beavatkozás hatására átalakul valami mássá. Na most, tehát itt vannak a lelkek a világegyetemben, amelynek se szeri, se száma. Amely részben testben van, részben testen kívül van. Tehát részben testen kívül. Na most akkor miért gondolják emberek azt, hogy csak testen belüli lelkek léteznek? Mikor eleve megszületés előtt is létezett a lelked, meg halálod után is létezni fog a lélek, mert az energia az halhatatlan, maga az energia az nem vészel, csak átalakul, és mivel egy energia lény a lelked, gyakorlatilag a lelked az halhatatlan. Na most akkor onnantól kezdve, mivel a lelked halhatatlan, és minden emberi léleknek, vagy minden értelmes lénynek a lelke halhatatlan, innentől kezdve honnan tudod, hogy ezen a Földön csak látható lelkek, tehát emberek léteznek. Na most eleve
onnan kezdődik a dolog, hogy vannak ugye olyan képességű emberek, akik az öt érzékszerveken túl további érzékelésekre képesek. Például mondjuk látnak szellemlényt éjszaka például. Na most gondold végig, hogy az alapelvekről van szó, gondold végig, hogy hogy működik az ember. Biztos látod, hogy az embernek van egy alapvető tulajdonsága. Az, hogy van ilyen hatalmi, kisebb-nagyobb hatalmi mániája az embernek. Ha jobban megnézed. Tehát az azt jelenti, hogy felül akar kerekedni dolgokon, más embereken, nem? Tehát van ilyen hatalmi, hát ilyen törekvése, inkább úgy mondanám, nem? Van, aki kevesebb hatalomra törekszik, van, aki több hatalom, van, aki csak a kutyáján vagy a macskáján akar uralkodni, van, aki ennél több élőlényen akar egyszer uralkodni. Hát most gondoljátok végig, ugye van egy ilyen hatalmi törekvés. Na most ha a világegyetemben számtalan lélek létezik, akkor nézd meg itt az embereknél, ez a hatalmi törekvés, ez gyakran összeütközésbe kerül. Nem? Például amikor a párok veszekednek, akkor a legtöbb esetben azért veszekednek, hogy kié legyen az utolsó szó. Nem? Hogy ki kerekedjen felül a másikon. Nem? Na hát ez is hatalmi törekvés. Gondoljátok végig. Tehát folyamatosan van egy hatalmi törekvés, de nem csak az embereknél láthatod ezt. Hát még az bármilyen élőlénynél láthatod a hatalmi törekvést. Sőt, még egy fajon belül is látod a hatalmi törekvést. Sőt, még a növényeknél is látod a hatalmi törekvést, hogy a gaz mondjuk ki akarja ölni a kultúrnövényt. Tehát még ott is látsz hatalmi törekvést. Tehát az egész bolygónk része ennek a hatalmi törekvésnek, ennek az ellentétnek, hogy egymás ellen vannak az élőlények. Na most a lélek is egy élőlény, csak szabad szemmel nem látható, illetve az öt érzékszervvel nem érzékelhető élőlény. És gyakorlatilag, ha megnézzük ezt a dolgot, akkor azt látod, hogy folyamatos hatalmi törekvés van az élőlények között. Még fajtán belül is. Na most, miért gondolja azt bárki, hogy a lelkek, amik a világegyetemben vannak, azok egységben vannak? És a lelkek között, amik a világegyetemben vannak, nincsenek hatalmi törekvések. Na most ez a hatalmi törekvés, ezt mondhatnánk azt, itt például a Föld kapcsán is, és az emberiség kapcsán is, hogy a jó és a rossz harca, nem? De most ki a jó és ki a rossz? Most mondok egy példát, jó? Kis történelem. Tehát nehogy azt higgyétek, most előre szólok, hogy
hogy leteszem a garast valamely mellett. Nem, csak tájékoztatok, jó? Tehát volt egy második világháború. Ugye, hogy indult a második világháború? Úgyhogy a németek lerohanták a lengyeleket, ennek megvan az oka, most ezzel nem foglalkozunk. Ennek hatására az angolok hadat üzentek Németországnak. Ugye? Tehát hadüzenetet kapott Németország. Ugye tudjuk jól, hogy az első világháborúban tehát Franciaország és Anglia szövetséges volt az első világháborúban. És ők diktálták a németeknek a feltételeket. Na most, azért, hogy a németek megvédjék magukat, megtámadták a franciákat. És gyakorlatilag két hét alatt elfoglalták őket, és felosztották Franciaországot. Egyik része az Németországhoz tartozott, a másik része meg viszonylagos önállóság maradt, de ilyen báb kormány alatt, német barát báb kormány alatt. És nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a háború úgy zajlott le, hogy gyakorlatilag alig volt anyagi kár. Ez alatt a két hét alatt. Tehát gyakorlatilag nem bombázták le a városokat, a településeket. Ezt úgy hívták, hogy villámháború, és a villámháború gyakorlatilag egy két hét alatt lezajlott. És gyakorlatilag a franciák megadták magukat. Ennyi volt. Tehát gyakorlatilag anyagi kár és emberi kár nagyon minimális volt. Nem tudom, ezt tudjátok-e. Ha nem hiszed, nézz utána. Ez pont így volt. Jó, hogy most elmondtam. Utána tudsz járni. Fölmész a YouTube-ra, és utána nézel ezeknek a dolgoknak. Tehát gyakorlatilag a németek lerohanták, ugye nem csak a franciákat, hanem előtte a belgákat is, de gyakorlatilag nem úgy, hogy lerombolták volna az országot. Érted? Lerohanták őket, de nem romboltak semmit szinte. Na most, akkor ugye mit csináltak a németek? Elfoglalták Nyugat-Európa egy jó részét. Ugye a Benelux államokat, meg stb., meg a franciákat elfoglalták. Oké? De úgy, hogy gyakorlatilag alig volt emberéletben és anyagi dolgokban kár. Nem tudom, tudjátok-e, hogy honnan keletkezett a kár Nyugat-Európában. Onnan, hogy jött az amerikai angol szövetség, és lebombáztak mindent. Oké? Okay. Csak nem ezt tanultuk. Tehát 44-ben jött a partra szállás, 44 nyarán, és 44 nyarától gyakorlatilag májusig, nem egész egy év alatt, lebombáztak mindent. Egész fél Európát, vagy háromnegyed Európát. Érted? Tehát gyakorlatilag a rengeteg haláleset az 44 nyarától kezdődött. És a rengeteg anyagi kár az 44 nyarától kezdődött. Na most, akkor jobban megnézzük, akkor ki a rossz, ki a jó? Tehát nem vagyok Hitler párti, vagy német párti, nehogy ezt higgyétek. Én csak a tényeket mondom el, gondolkozzatok el. Tehát a németek azért támadtak, mert a legjobb védekezés a támadás. Mivel hadat üzentek nekik. Ezért nem védekezésbe vonultak, hanem támadásba vonultak.
Ugye van egy ilyen történelmi mondás, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát ők úgy védekeztek a franciák meg az angolok ellen, hogy megtámadták őket. Oké? És utána 41-től 44-ig béke volt Európában. Nem a keleti fronton, Nyugat-Európa, Közép- és Nyugat-Európában béke volt. Keleti fronton nem. Tehát nem volt háborúskodás 41-től 44-ig. 3 éven keresztül. Majd jöttek 3 év alatt az amerikai angol szövetség, a jó Istent is lebombázták. Na akkor kérdezem, hogy ki a jó, ki a rossz. Kis történelem. Tehát nem, nehogy azt higgyétek, hogy én Hitlert jónak ítélem. Nem. Érted? De a német vagy az amerikai angol támadásnak köszönhetően, ellentámadásnak vagy támadásnak, minden, sokkal több halálos áldozata volt, mint ellenkezőleg. Persze abban a háborúban már, tehát abban a 3-4 éves háborúban sokkal, de sokkal, tehát 44 nyarától 45 májusig sokkal, de sokkal többen haltak meg, mint 39-től 44-ig, 44 nyaráig. Érted? Most itt Európáról beszélek. Most akkor ki a rossz, ki a jó? Tehát ennek a megítélése itt a Földön, hát elég érdekes, nem? Ha jobban végignézed. Tehát ezért vannak alapelvek a jó és a rossz tekintetében. Tehát számodra az a rossz, egyértelműen, amit úgy ítélsz meg, hogyha veled szemben elkövetnék, akkor nem szeretnéd. Oké? Tehát nyilvánvaló, a franciáknak rossz volt, hogy kaptak egy német megszállást. Hát de legalább életben maradtak. Oké? És fejlődtek tovább. De nem volt, nem voltak tömeges gyilkosságok, főleg nem háborús. Érted? Tehát ez az egész történelmünknek csak egy kis szelete, és úgy, ahogy van, hamis, amit tanultunk. Oké? Úgy, ahogy van. Na most, persze, amikor mondjuk egy népet megtámadnak, akkor persze, hogy már olyan hülyeségeket csinálnak, hogy abból lehetnek komoly problémák, komoly vérengzések. Persze, de az már egy következmény. Tehát, hogyha jobban megnézzük, miért mondom ezt? Na most azért, mert ugye ráhúzták például Hitlerre, hogy ő volt a megtestesített gonosz. Tehát nem védem őt, csak próbálom a tényeket felvázolni. Na most, ha megnézed, gyakorlatilag megmentette a németeket az éhhaláltól. A megtestesített gonosz. Tehát szó szerint. Na most, ki a gonosz, ki a jó? Most például most megnézed, melyiket ítélnéd jónak, vagy melyiket ítélnéd gonosznak? Mondjuk Amerikát minek ítélnéd? Jónak vagy gonosznak? Hát, hogy honnan nézed, nem? Nem így van. Tehát eleve például megnézzük,
Ugye az Amerikai Egyesült Államokban nem volt háború. Tehát ők nem élték meg se az első, se a második világháborút. Tehát maga az USA területén nem volt háború. Tehát semmi. És gyakorlatilag, ha megnézed, az egész fogyasztói társadalom, ami most van, az egész emberiség hülyítése az USA-ból származik. Úgy, ahogy van, tokkal vonóval. Most akkor az USA jó vagy rossz? Igen, és akkor meg jó volt, mikor megtámadta Európát a második világháború 44-ben a partraszálláskor, érted? Akkor is jó volt. Hát, csak beavatkozott, így van, beavatkozott. Tehát ugye tudjuk jól, hogy mondjuk egy megszállás addig működik, ameddig a, még nem lesz valami változás. Tehát ugye a magyarokat addig szállták meg az oroszok, míg az oroszoknál nem lett változás vezetői szinten. Új vezetés lett, amely liberálisabb lett, mint a régi, és ezáltal fogta és kivonult innen. Érted? Most a németek megszállták a franciákat, meg még egy pár, pár államot ugye Nyugat-Európába, és gyakorlatilag, ha Hitler meghal, vagy meghalt volna, lehet, hogy jött volna egy másik vezetés, ami kivonult volna Franciaországból, meg a békésen. Nem tudom, világos. Mint ugyanúgy, ahogy az oroszok békésen innen kimentek. Nem? Tehát most csak azért mondom, hogy csak azt látsátok, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Érted? Tehát, hogy az emberek mit gondolnak jó és rossz között. Tehát általában azt gondolják, hogy az a rossz, amire a média azt mondja, hogy rossz, nem? És az a jó, amire a média azt mondja, hogy jó, nem? Nem? Vagy a tanítás, amire tanítottak. Ha arra tanítottak, hogy az a jó, akkor az a jó. Ha arra tanítottak, hogy az a rossz, akkor az a rossz. Nem, a szocializmusban arra tanítottak, hogy milyen jó a szocializmus, és milyen jó volt Lenin, meg Stalin, meg mindenki. Az hirtelen kapitalizmus lett, és hirtelen elkezdted azt tanulni, hogy milyen rossz volt Lenin, meg milyen rossz volt Stalin, nem? És milyen rossz volt a szocializmus. Na most érted? Tehát mi a jó, meg mi a rossz? Ez a kérdés. Na most miért mondom ezt? Mert például megnézed, itt van az emberiség. Az emberiségnek megnézzük mondjuk a fejlődését, és olyan szintű volt az emberiség fejletlensége a tudásban, hogy arra nem volt képes, hogy a tüzet hasznára hajtsa. Le kellett jönni fejlettebb lényeknek, és megtanítani a tűzhasználatot az embernek. Tehát addig, míg nem használta az emberiség a tüzet, gyakorlatilag nagyon-nagyon rövid életű volt, mert állandóan fertőzéseket kapott, és fertőzésekbe halt meg. Mert a tűz az gyakorlatilag fertőtleníti az élelmiszert. Tehát a hő. És az ember magától nem jött rá. Miért szerinted, ha egy gyereket nem nevelnél, magától rájönne a tűzhasználatra? Mit csinálna? Hamar megégetné magát, és utána távol tartaná magát a tűztől. Ezt csinálná, mint amit az emberek csináltak kezdetben. Megégették magukat, és utána távol tartották magukat a tűztől.
Hát emberek ide leszületnek nulla tudással. A gyereket, ha nem tanítanád a tűzre, tudna tűzzel bánni? Ki van csukva? Na ugyanígy nem tudtak az emberek a tűzzel bánni. Na most, ha le kellett jönni és megtanítani az embereket bánni a tűzzel, akkor valami fejlettebb lények lejöttek. Vagy ha például most megnézed a világban, melyik a jó ország? Kína, Oroszország vagy Egyesült Államok? Na melyik a jó, vagy melyik a rossz? Ugye most gondolhatod azt, hogy hova fog ez a Miklós most kiukadni ezzel a dologgal? Tudom, hogy hova fogok kiukadni, csak meg akarom veletek értetni azt, hogy hogyan működik ez a világ. Érted? Tehát, hogy mit gondolsz arról, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, az a jelenlegi tudásodtól függ. Érted? És ha azt hitetik el veled valamilyen ügyes módszerrel, hogy a rossz a jó, akkor te azt fogod hinni. És ha ügyes módszerrel elhitetik azt, hogy a jó a rossz, akkor azt fogod hinni. Hát nézd meg, ezt tanították. Gyerekkorunkban a szocializmus volt a jó, most meg Sztálin, meg Lenin, most meg egyik se. Oké? Okay? Na most, nézzük akkor tovább. Tehát a világegyetemben ugye beszéltem arról, hogy vannak a lelkek. És a lelkek hatalmi harcot vívnak egymással. Világos ez? A hatalmi harc révén, mert ugye a hatalmi harc nem csak a világegyetemben nyilvánul meg, hanem itt a bolygón is. Na most, itt van az emberiség, és miért ugranak mondjuk népek egymás torkának? Látszólag van valami érdekellentét a kettő között. Van egy szabály ezzel kapcsolatban. Értelmes lényekről van szó. Értelmes lények csak akkor nem tudnak rendezni egy konfliktust, ez egy szabály. Tehát értelmes lények csak akkor nem tudnak rendezni konfliktust kommunikációval, ha van egy harmadik személy, amely szítja a kettőjük közötti konfliktust. Ez egy szabály. Ha nincs ez a harmadik személy, vagy harmadik személyek, most mindegy, hogy egyes szám vagy többes számba beszélünk, ha nincs tehát ez a harmadik személy, akkor nincs olyan konfliktus, amit két értelmes ember kommunikációval ne tudna rendezni. Ez egy szabály. Ez a világegyetemben mindenhol így működik. Az értelmes lények között. Az állatoknál ez nem így működik. Oké? Okay? Mert az állatok nem értelmes lények. Tehát még egyszer mondom, tehát két értelmes lény, ha érdekellentétben van egymással, konfliktusban van egymással, kommunikációval rendezhető a konfliktus, az érdekellentét, ha nincs egy harmadik személy a háttérben, ez nagyon fontos, hogy a háttérben van ez a harmadik személy, tehát nem látható vagy egyik fél számára sem, vagy csak az egyik fél számára nem látható, és ez a harmadik személy szítja a konfliktust
a veszekedő felek között. Tehát, amikor országok konfliktusban voltak egymással, akkor mindig azért voltak konfliktusban, amit nem tudtak kommunikációval megoldani, mert volt egy harmadik országbélik, akik szították a két ország közt a viszályt. Világos ez? Na most, ez a harmadik személy, ezek lehet egy személy, lehetnek személyek, és lehetnek lelkek, olyan lelkek, amelyek nem is testben vannak. Tehát ezen a bolygón rengeteg olyan lélek van, amely nem testben van. Tehát az imént említettem, hogy a léleknek nincs idő és tér. Ezáltal egy lélek, ha szabadon van, és nincs bezárva egy testbe, akkor egyik pillanatról a másikra képes arra, mivel a lélek számára nincs időtér, hogy a univerzumba közlekedjen egyik pillanatról a másikra, mivel számára nincs idő és nincs tér. Érted? Az anyagnak szüksége van az időre és a térre. Az energiának nincs szüksége időre és térre. Az energia lénynek nincs szüksége időre és térre. Tehát szabadon közlekedhet a világegyetemben, ha csak nincs energia háló vagy pajzs, amely védi azt a területet az energia behatolástól. De az egy más kérdés. Jó, tehát, de az csak helyi lehet. Tehát lényeg az, hogy ezen a bolygón rengeteg olyan lélek van, amely nem tudja elhagyni a bolygót, mert tudja, hogy nem tudja elhagyni, mert a bolygó körül van egy olyan energiapajzs, ami gátolja a lelkek szabad mozgását az univerzum irányából, vagy az univerzum irányába. Ez az energia burok, ami a Földet körülveszi, ez lefogja a lelkek kibejárását. És mivel ez az energia burok nem mindig létezett, és a legtöbb bolygó körül nincs, ide telepített ez az energia burok, ezért ami azt jelenti, hogy az anyag át tud rajta menni, az energia nem tud átmenni rajta, a lelkük. Tehát olyan, mint egy üvegfalba ütköznél. Jó, tehát mivel nem olyan régi ez a energiaburok, mint maga a bolygó, ezért a bolygón, amikor még nem volt az energiaburok, akkor szabad áramlás volt. Mióta van ez az energiaburok? 4000 balány száz éve? Csak. Tehát nem olyan rég. És azóta, mióta van ez a burok, azok, akik előtte itt voltak ezen a bolygón, az energiaburok hatása miatt itt maradtak a bolygón. És onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy a bolygó tele van olyan lelkekkel, amelyek nincsenek testben. Na most akkor, hogy értsed, ezek a
lelkeknek vannak hatalmi törekvéseik. És a hatalmi törekvéseikkel érdekellentétben állnak egymással. És vannak olyan hatalmi érdektörekvések, amely a jó, jobb vagy jó ügyet szolgálják, vagy kevésbé jó, vagy kevésbé jobb ügyet szolgálnak. És ez azt jelenti, hogy ezek a lelkek, tehát a te lelked is olyan lenne, hogyha nem lenne bezárva a testedbe, akkor a lelked sokkal több teremtői energiával rendelkezne, mint most. Tehát az azt jelenti, hogy sokkal képesebb lenne, amit úgy neveznénk, hogy ismert szóval mentális energiára, sokkal több mentális energiára lenne képes, ha ez a test nem blokkolná a mentális energiáját az embernek, főleg a koponya. Na most nézzük tovább. Tehát itt vagyunk mi emberek, és ugye most már tudjuk, hogy az emberek közt, tehát az értelmes lények közt hatalmi érdekellentétek vannak, és ha két ember vagy két népcsoport között konfliktus van, akkor egy harmadik értelmes lény szítja a saját érdekében, szítja a konfliktust. Na most, ha ezt tudod, akkor azt is tudod, hogy itt a bolygón minden olyan működés, ami az egység ellen van, van egy, megint egy ősi mondás, oszd meg és uralkodj. Tehát minden konfliktust, amit nem oldanak meg az emberek egymással, amögött nem feltétlenül kell, hogy egy ember legyen. Vannak olyanok, hogy nem egy ember van, hanem egy lélek van. Kétféle olyan lélek van, amely problémát okoz. Az egyik, azok az emberi lelkek, volt emberi lelkek, akik nem születtek újra, és nem hagyták el a földi létüket, mert nem tudják, hogy meghaltak. Illetve nem tudják, hogy nekik el kellene hagyni. Azért, hogy újra születhessenek. Ezt úgy van, hogy kikísérik ezen az energiaburkon keresztül. Tehát erre megvan a megoldás, hogy ugye magától nem tudja elhagyni, de ki tudják kísérni rajta. Akkor nézzük tovább. Tehát itt a Földön, ha megnézzük, hogy legfőbb alapelvek, mert mindig itt tartunk, a legfőbb alapelveknél, ami nem a lélek fejlődését szolgálja, ez az alapelv, az mind negatív. Okay. Tehát minden olyan, ami ellene van a lélek fejlődésének,
Tehát a tudás, mi a lélek fejlődése? Tudás. Tudás, 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 tudás. Főleg miről? Az ember és az élet működéséről. Világos ez? Tudás, tudás, tudás. Tehát minden, ami ezt blokkolja, vagy ez ellen van, az a rossz közé sorolandó. Minden, ami a lélek fejlődését segíti, támogatja, az a jó közé sorolandó. Világos ez? Ha úgy ítélnék meg az emberek, mint ahogy most elmondtam, akkor következőt csinálnák, amikor mondjuk hoznak egy döntést, vagy cselekednek. Ez a dolog, amit teszek, szolgálja a fejlődésemet, vagy nem szolgálja? Szolgálja mások fejlődését, vagy nem szolgálja? És ha az a válasz, hogy nem, tehát nem szolgálja, akkor az ember nem teszi meg. Világos voltam? Ha az a válasz, hogy szolgálja, akkor megteszi az ember. Világos? És lélek fejlődése. Tehát lélek fejlődése. Tehát olyan szintre kellene fejlődnie az embernek, hogy képes legyen minden helyzetben helyesen cselekedni. Minden helyzetben a leghelyesebben cselekedni. És ezt szeretet, feltétel nélküli szeretet alapon tudja megtenni. Tehát feltétel nélküli szeretet alapon tudja megtenni. Ennek az az alapja, hogy minden értelmes lélekben, illetve értelmes lényben, mondjuk értelmes emberben, maradjunk az embernél, gyakorlatilag mondhatjuk azt, van egy ilyet, biztos hallottatok már, hogy az Isten benned lakozik. Tudod, hogy lakozik benned? Hogy az Isten fogta és megosztotta a saját lelkét osztódással. De úgy, hogy csak ő belőle tudott osztódni, tehát nem úgy, mint a sejtek osztódása, tehát nem úgy képzeljétek el, mert a sejtek szétoszt, egyből lesz kettő, utána az osztódik tovább. Tehát az is tovább tud osztódni. Tehát a teremtő, tehát az Isten csak maga tudott osztódni. És létrehozta azt a számtalan lelket, ami a világegyetemben van. Ezáltal minden lélek az gyakorlatilag ugyanaz, azonos. Csak nem egyforma a fejlődése, ezért más. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy lélek mennyit fejlődött, vagy milyen területen fejlődött. Akik fejlesztették, azok mennyire voltak etikusak például. Egyáltalán nem mindegy. Ezért másak a lelkek, mert más fejlődésen mentek át. Mert nincs a világegyetemben két olyan lélek, amely azonos fejlődésen ment volna át. Ezért ülnek más milyennek a lelkek cselekvésre. Energetikailag nem mások.
Minél fejlettebb egy lélek, annál képesebb. Tehát annál nagyobb képességekre képes. Tehát a tudás az fejleszti a léleknek a képességeit. Nem csak a cselekvő képességeit, nem csak a gondolkodási képességeit, hanem a teremtő és a mentális képességeit is. Úgy képzeld el a mentális képességet, jó? Hogy hatással lenni más energiákra. Oké? Tehát hatással lenni más energiákra. Tehát mindegy, hogy értelmes vagy nem értelmes, hatással lenni más energiákra. Ezt jelenti a mentális képesség. Tehát mi a legfőbb alapelv az életben? A lélek fejlődése. És lehetőleg minél gyorsabb fejlődése a léleknek. Tehát nem lehet a léleknek átadni azonnal az összes tudást, hanem lépésről lépésre lehet átadni a tudást. De ez lehetőleg minél gyorsabb lépések legyenek. Minél gyorsabbak ezek a lépések, annál inkább van az, hogy az illető le tudja magáról rázni azokat a befolyásokat, amit a harmadik típusú személyek, lelkek okoznak. Oké? Egy idő után a lélek el tud jutni oda, illetve a lelkek el tudnak jutni oda, hogy nem tudnak rájuk hatni harmadik személyek. Vagy átlátják a harmadik személy szerepét. Jó, tehát egy csodálatos lélek van bennünk, aminek a működését egy kicsit jobban meg kellene ismerni, nem csak a lélek működését, mert az az ember működésének a része, hanem például, hogyha te teszel valamit, és van egy megnyilvánulása az életednek, életedben a cselekvésednek, mondjuk egy negatív megnyilvánulása, mondjuk egy betegség, egy baleset, egy családi vagy egy anyagi probléma jelentkezik az életedben, akkor rájöjj arra, hogy bármilyen megnyilvánulás mögött ott van a válasz arra, hogy mit kellett volna másként csinálnod, vagy milyen más úton kellett volna haladnod. Tehát ott van a válasz. És ha az ember nem tudja ezeket a válaszokat, akkor ott áll tudatlanul, és hibáztat mindent és mindenkit. És gondold végig, hogyha hibáztattál eddig bárkit életedben, akkor mikor ezt a hibáztatást csináltad, vagy gondoltad akár csak a fejedben, jól érezted magad? Tök jó hangulatú voltál, azt mondtad, haj, de jó, hibáztatok, tralalalala. Biztos nem így hibáztattál, nem? Tehát az minimum ellenségesség szintje, mikor az ember hibáztat. Csak olyankor nem vagy észnél, az a baj. A rossz hangulatban az ember elkezd ösztönösen működni,
és nem tudatosan. Tehát záró gondolatként, ez a bolygó tele van olyan ellenségeskedésekkel, akik mögött ott vannak olyan lények, amelyik az érdekeiket, a saját érdekeiket akarják érvényesíteni, azáltal, hogy szítják az ellentéteket. Ez az egy. Kettő. Azok a lények, akik szítják ezeket az ellentéteket, a saját javukra próbálják felhasználni az adott személyeket. Például olyan téren, hogy mondjuk mint lelket megszerezzék. És ne emberi lélekként működjön az illető tovább. Ne jó lélekként működjön tovább, hanem mondjuk ilyen démonszerű lélekként. Tehát a démon ugye az csak annyit jelent, hogy egy ilyen rossz lélek, egy gonosz lélek, így van, egy rossz gonosz lélek. És ha megnézed a bolygón, egyre több a gonosz ember. Micsoda? Így van. Tehát egyre több a gonosz ember. Mert a gonosz lelkek, tehát a démoni lelkek, azok megpróbálják megrontani a jó lelkeket. Érted? És ennek elsődleges eszköze a pénz. A másodlagos eszköz a hatalom. Oké? Tehát először megvásárolják, utána hatalmat adnak neki. Akármilyen hülye nem számít. Persze. Hát mert minél hülyebb, annál jobban nem látja át a helyzetét, a saját helyzetét. Persze, annál könnyebb irányítani őt. Kiképezni arra valakit, hogy mondjuk jó hatással tudjon kommunikálni az emberekre, nem egy nagy kaland. Nem egy nagy kaland. Jó, szóval, hát most gondold végig, hát nem sokat haladtunk előre itt az a bemutató részben, gondold végig, hogy mennyire fontos lenne, hogy az ember egy kicsit jobban megismerje az élet és az ember működését. És tényleg egy kicsit jobban átlássa azt, hogy mi folyik itt a bolygón, vagy mi lesz akkor, hogyha mi emberek nem tesszük a dolgunkat a jó irányába. Márpedig nekünk az lenne a dolgunk itt a jó irányába haladva, hogy olyan szintre fejlődjünk, hogy képesek legyünk teljes egészében, szeretetben, békében és boldogságban élni. Fenntartások nélkül szeretetben, békében és boldogságban élni. Oké? Okay? És ennek ugye hogy is hívják, a jutalma, na ezt a szót kerestem, annak a jutalma az, hogy boldogan érzed magad a saját létedben, ez az egyik, nincs semmilyen nélkülözésed, nincs semmi konfliktusod, oké? És szabad vagy, teljesen szabad. Teljesen szabad. Oké? De mondom, nincs nélkülözés semmilyen szinten. No, jó, körülbelül ennyi fért bele az első részbe. Egy kicsit rendhagyó volt most ez a képzésünk itt az első részben. Hatékonyság coach képzésünk lesz a második részben,
Ami az egyik legfontosabb dolog, ha itt megnézzük ebben az évben a képzéseket, mert ez egy teljesen új dolog, erről még nem is hallottatok. És igazából itt derül ki ebben a hatékonyság coach képzésben, akik már ugye tanulják, vagy te is csatlakozhatsz, még így utólag is a hatékonyság coach képzéshez, hogy mi miatt van az embernek olyan élete, hogy nem azokat az eredményeket éri el, mint amit szeretne az életben elérni. És mi ennek az egyik legnagyobb akadálya az életünkben. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után, tehát hatékonyság coach egészen 9:45-ig, további jó tanulást kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!